Az öltözködés nehézségeit is kitáncolhatták magukból a gyerekek a Székesfehérvári Balettszínház segítségével kedden. A Táncvilág napjához kapcsolódva a legkisebbeket várták a belvárosba, hogy ott közösen egy improvizációs, játékos, szemléletformáló programon vehessenek részt. Művészi mozgás örömét igyekszünk, vagy az örömére felhívni a figyelmüket, felkelteni az érdeklődésüket, hiszen a tánc az egyfelől sport, mégpedig élsport, másfelől egy nagyon komoly művészet. Egy nagyon fontos kommunikációs eszköz. Elcsábítani őket a virtuális világtól a való világ felé. A talpalávalót a gyerekek nagy kedvence az Alma együttes adta. A mozdulatokat a Székesfehérvári Balettszínház tagjai mutatták, a gyerekek között pedig volt, aki a feladatra koncentrált, de volt, aki saját koreográfia szerint táncolt. A zenekar ilyen jellegű projektben még nem vett részt. Főleg az, hogy a gyerekekben ez valamit összekapcsol. Nem csak a zene, meg az előadó művészet, hanem a mozgásnak az örömét. Tehát ez tényleg annyiban más lesz nekünk is, hogy nekünk ugye most itt teret kell adni a mozgásnak, a koreográfiának, a közös mozgás örömének, és ez az a helyzet, amikor nagyon-nagyon észnél kell lenni. A programban mintegy 600 székesfehérvári nagycsoportos óvodás vett részt. A gyerekeket még nem szólította meg a Székesfehérvári Balettszínház, ezért hívták életre csapatépítő céllal a mesélő táncokat.